Ez az alapkövetétel jelenti Bonyhád gazdasági növekedésében a következő szakasz első lépését. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, Bonyhád a régió egyik legdinamikusabban fejlődő városa volt az elmúlt időszakban. Ezt jól jelzi, hogy alig akadt olyan, aki munkanélkül maradt. A Bonyhádi Ipari Parkról szólva az államtitkár kiemelte, az összefogás eredményével jöhetett létre és fejlődött tovább. És az új területek kijelölésével és kialakításával lehetőséget teremtettek a betelepülőknek, a megfelelő gazdasági környezet adta lehetőségek közepette vállalkozásuk fejlesztésére. 2005-ben nyerte el Bonyhád városa az ipari park címet. 8-9 évig látványos változás nem történt, de 14-ben le tudtuk tenni az első csarnoknak, az első beruházásnak az alapkövét, és azóta több mint 500 ember dolgozik ebben az ipari parkban. Most a járvány okozta gazdasági válságban, nehézségek mellett is a bonyhádiaknak nem az a válasza, hogy meghátrálnak, megfutamodnak, abba hagyják a tevékenységüket, hanem ellenkezőleg újabb fejlesztésekbe kezdünk, és 4 ipari csarnoknak az alapkövét helyeztük el a mai napon. Ide 480 millió forint uniós támogatást magyar kormány támogatásával tudtunk, és a Tolna megyei önkormányzat segítségével újra bevonni. Nagyon reméljük azt, hogy mivel ide ezekbe a csarnokokba, illetve ezekre a telephelyekre Bonyhád vagy Bonyhád környéki vállalkozások telepednek, és egyébként a kivitelezést is ők segítik, ennek az is lesz a következménye, azok, hogy a tevékenységüket ők tartósan képzelik el, és bármilyen nehézség lesz majd a későbbiekben, nem mennek el, hanem mindig is ezt a várost és ezt a környéket és Tolna megyét fogják erősíteni. Akármennyire is jelen van a vírusveszély életünkben, már eljutottunk ahhoz a pillanathoz, amikor meg lehetett állni és közösen ünnepelni, mondta Filoni Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere. Fontosnak tartom azt, amikor megállunk egy pillanatban és végig gondoljuk, hogy milyen munka és milyen elvégzett folyamat van a hátunk mögött, hiszen ez a projekt, amiből megvalósul részben, egy 2016-os pályázatnak köszönhető, és az már 4 esztendővel ezelőtt volt, és az elmúlt 4 évben nagyon sok minden történt annak érdekében. Nagyon sok kitartó és áldozatos munkával, együtt gondolkodással, hogy ez egyáltalán megvalósulhasson, hiszen számos akadályt és problémát kellett időközben leküzdenünk. Másrészt már az építkezés is, mint említettem, és mint látható, hogy zajlik itt a hátunk mögött is, már az első csarnoknak az acélszerkezete is elkezdődött az építéssel, de talán erre a pillanatra ma érdemes volt megárni. Nem önmagában egyedül tudtuk ezt a komoly beruházást megindítani, ezért is hozta létre közösen 51%-os többségi tulajdonnal Bonyhád város önkormányzata a Bonyhádi Ipari Park Kft-t, amelyben több cég és vállalkozás még a tulajdonostársunk, akik a meglévő csarnokokat fogják üzemeltetni és bérelni az önkormányzattól, és az ő jelentős szerepvállalásukkal és az önerő hozzájárulásával működtek közre a projekt sikere érdekében, hiszen a 480 millió forintos elnyert támogatás mellé a teljes beruházás összköltsége több mint 800 millió forint, a hiányzó kettő közti különbséget az ő befizetéseik adták. A 4 évvel ezelőtt megpályázott projektben, amit említettem, uniós forrásból, magyar kormánynak a támogatásának köszönhetően megyei önkormányzat közreműködésével sikerült elnyernünk. A jelentős önerők befizetésével valósulhat meg így egyben ez a projekt, és ez azért is nagyon fontos, mert egy önkormányzatnak, aki felelősen és tudatosan építkezik és gondolkodik, annak nem elég, persze elengedhetetlen, hogy minden egyes külső forrást megpróbálni demonzani a városba, és elnyerni egy-egy támogatást, hogy azzal is gyarapodjon, gazdagodjon a települése, jelen esetben a mi városunk Bonyhád, de az önkormányzatnak valamennyire a saját lábán is jó lenne, ha minél stabilabban meg tudna állni, és ez a projekt, ez erre is kiváló példa, hogy ez a cél is itt tud erősödni, hiszen a megvalósuló beruházás révén nem csak maga az iparterület bővült 3,5 hektárral, hanem az ide betelepülő új vállalkozások, illetve már meglévő vállalkozások új telephelyeket is létesítenek, és az adóerőképességét is növeli a városnak, az ide települő gazdasági társaságnak a befizetése,
és nem utolsó sorban, ami ma szintén újra nagy hangsúlyt kapott, új munkahelyek is jönnek létre. Többször elhangzott már a Tolna megyei önkormányzat szerepvállalása a beruházásban. Orbán Attila, a megyei közgyűlés alelnöke azt erősítette meg, a beruházás egy kiinduló pont, melynek hatásait hosszú távon élvezi majd a város és vonzás körzete. Eddig is úgy gondolkodtunk, hogy a megyének az a fő feladata, hogy a településeket segítse az egyes fejlesztések kapcsán, kulturális és egyéb programok mellett a legnagyobb kihívás számunkra az, és a legfontosabb feladat az, hogy olyan fejlesztések történjenek, ami hosszabb távra is a megye életébe egy pozitív hatással van. Hogyha most ezt az ipari park bővítést nézzük, akkor azt látjuk, hogy ha ehhez hasonló beruházások történnek, ez mindenképpen Bonyhádnak az adó bevételek és más kapcsán több évre meghatározza a további fejlesztést. Olyan ez, mint amikor bedobunk egy követ a vízbe, tehát nem csak azt kell látni most, hogy itt valami történik, és bővül az ipari park 3,5 hektárral, és megépül 4 új csarnok. Ezek kiinduló pontok, de ez az adóbevétel, munkahelyek teremtése, az embereknek a helyben tartása nagyon sok pozitív hatással lesz a településre nézve. És minél több ilyen beruházás történik megye szinten, annál erősebb lesz a megyénk. Sebestyén Miklós, a Bonyhádi Ipari Park Kft. Vezetője arról szólt, olyan munkálatok készültek el ez idáig, amelyek a terület infrastruktúráját növelték. A terület egy teljes infrastruktúrális fejlesztésen fog átesni, ami azt jelenti, hogy teljes közművesítettség fog megvalósulni, új bekötőút és új közút csatlakozás az elkerülő útról, és gyakorlatilag a 4 csarnok elhelyezkedése az egy elalakú formában történik, aminek a belső oldalán további közvetlen infrastruktúrával ellátott területeket fog majd adni, és lehetőséget arra, hogy itt akár több hektáron is megvalósuljanak szándék szerint, akár több vagy különböző méretű és igényszintű új ipari területek. Én abszolút abban gondolkozom, eddig is abban gondolkoztam, hogy csak úgy lehet bármilyen célt elérni, akár közösségi, politikai, oktatási, kulturális vagy gazdasági sikert, hogyha az itt élő emberek összefognak, együtt gondolkoznak, együtt határozzák meg a célokat, és utána együtt is valósítják meg. Ebbe egy kovásznak mindig az önkormányzatnak kell lenni, akár tesz bele forrást, akár nem tesz bele, de én úgy gondolom egyébként, és itt is az van, az ipari parkban is az van, hogy az önkormányzatoknak, gazdasági szerepvállalóknak is kell lenni azért, hogy példát mutassanak, és előre menve ők húzzák a többi vállalkozást is. A beruházás befejezése 2020 év végére várható.